Most unboxing videóval. Kicsit kapkodós lesz ez a videó, mert nagyon el vagyok húszva a teendőkkel, de megpróbálom nektek megmutatni, illetve szerettem volna mindenféleképpen megmutatni. Csörgök. Ebben sok termék van most. Kicsit mozog a kamerám, látom, jó? Rögtön itt a tetejéről le is kapom. Habfürdő. Ez rágógumis. Ez pedig gránátalmás. Várjátok egy picit. Fordítok így, jó? Ezt meg átteszem a másik oldalra, mert szerintem így jobb lesz. Nekem. Oké, tehát. Igen, egy gránátalmás habfürdő és egy rágógumis. A rágógumisból nem is csak van, hanem rögtön kettő. Kedves fogyasztóm szeretett volna ilyet. Jó, akkor ezeket leteszem. Ezt most nem bontom ki, nem illatozom meg, de én már ezeket ismerem, mert ezeket már rettentő sokat használtam, mindegyiket kipróbáltam már. Ezek közül, na, mutatom, ó! Megjött a hiánytermék. Múlt rendeléskor hiánytermék volt ez a testfesték. Gyerekeknek való. Az ismerősöm rendelte a kis gyerekeinek és lányának, kisfiának. És nem volt. Most megrendelte egy másik ismerősöm is magának. Úgyhogy azért van három, mert most az előző hiánytermék megjött, úgyhogy itt vannak. Ezek tök jók, mert ezek így kicsavarod, és akkor így lehet vele rajzolni kádra, meg testre, és akkor utána meg lemosni. Úgyhogy gyerekeknek ilyen tök jó kis móka. Mik vannak még itt? Ja igen, amicellás víz. Nézzétek? Én ezt használom egyébként, csak a nagy kiszerelésűt. Már egy iciri-piciri van benne, csak nagyon-nagyon-nagyon picike, majd utána jön a zöld változata, mert azt is megrendeltem. Azt fogom utána kipróbálni. Ez itt kimondottan a Nutra család, az kimondottan érzékeny bőrre van, superfood összekevőket tartalmaz, tehát abszolút nem irritálja a bőrt. Nekem még egy sima micellás víztől is kipirosodott, utána azt éreztem, hogy ég az arcom, utána egy kicsit megnyugodott, akkor egy kicsit visszább húzódott ez az érzés. Ettől semmi bajom nincs. Úgyhogy hát nem semmiért, igen, való az érzékeny bőrűeknek. És volt ehhez még egy másik is, csak most itt nem látom. Na mindegy majd. Ja, itt van. Nézzétek. Ez pedig a radírja. Pontos megnevezését akarom nektek leolvasni róla, de nem látom. Arctisztító, azt igen. Vidd fel nedves arcbőrödre és körkörös mozdulatokkal masszírozd be, alaposan öblítsd le. Ez ilyen micellás tisztító, arctisztító radír. Tessék, és ehhez rendelte a kedves fogyasztóm ezzel együtt. Ezt szereti használni. Na, akkor mi van még itt? Jaj, még a kids családhoz egy sampon és hajbalzsam egyben, ugye? Igen, sampon és kondicionáló egyben. Ez narancsos, almás. Gyerekek, én ezt soha nem szoktam venni. Almás. Én ezt soha nem szoktam venni, én mindig az zöldet veszem, mert Krisztián azt szereti, meg a levendulásat. Mert hogy ez kimondott a sampon és balzsam, tehát az ő hajára, minek a sampon és a balzsam, illetve hát nem minek, mert hát jó, hát haj, hát na igen, de általában a tusfürdővel szoktuk neki mosni a haját, illetve van most egy milliónos samponja, ami szintén egy ilyen 250-es, tehát az Isten útig elég lesz neki. Úgyhogy ilyet nem szoktam venni, de az egyik barátnőm rendelte, neki kislánya van, és neki. Van itt két testpermet. Ez ugye tavaly nyáron jött be, ez az Aloha Monoi, meg a Hula Hula Hibiscus. Ez mind a kettő nagyon jó illat, ez édeskésebb, ez frissebb valamivel, de mind a kettő jó kis tavaszias, nyárias, kis kellemes illat. Nem túl erősek, egyik sem nem az a nagyon fűszeres, hanem inkább ilyen
ilyen virágos kategória. Régen használtam testpermeteket, most megmondom az őszintén, hogy mostanában nem nagyon használom, inkább a parfümöt. Parfümöt fújom magamra, mint az őrült. Az Attraction-t, mert azt most abban vagyok beleőrülve. Kézkrém. Ez a japán, ez pedig a francia. A japán a cseresznyéskert, meg a francia levendula. Iszonyatosan, csodálatosan, fantasztikusan jó illatuk van mind a kettőnek. Én már egy ilyet elhasználtam. Ez a gyerekemé, mert hogy... És hogy hát nem ez, hanem az, ez az illatú a gyerekemé, mert hogy ő levendula. Minden csak levendula legyen. Ez pedig, ezt én használtam el, és nagyon-nagyon szerettem mind a ezt, meg volt még egy másik fajtájam, de az most nincs itt. Na, nem baj. Úgyhogy nagyon-nagyon jó illatok. Ez azt hiszem talán februári újdonságok, tehát ezek is még újak a katalógusban. Tehát azt hiszem múlt hónapban jöttek be. Na, ezek minták lesznek. Itt van ez a, ezt hiszem, hogy ebből egy van, ja igen, a másikból van kettő, igen, a másikból. Ez is egy újdonság, ez a fajta krézkrém, ez nagyon jó az irritált, kipirosodott, kicserepesedett, szélfutta kézbőrére, nagyon-nagyon jó, vastag hatóanyag, sok hatóanyagot tartalmaz, vastag krém, inkább éjszakára ajánlom, inkább éjszakára, vagy hogyha utána leülünk és nem csinálunk úgy különösebben semmit, mert idő kell, amíg beszívódik, de cserébe reggelre csodaszép, gyönyörű babapopsi puha bőrünk lesz, úgyhogy nagyon-nagyon tudom ajánlani. Ez a már jól megszokott glicerines kézkrémünk, ez ilyen kis tavaszias, nőnapis, virágos kis motivumokkal van most ellátva, nagyon-nagyon szépek, nagyon-nagyon kis cukik, és tök jó áruk van, mert 400 forintokba kerülnek ezek a nagy 100 misek kézkrémek, tehát nagyon jó. Igen. Lábápolás, van itt nekünk egy ilyen. Ez az intenzív lábpuhító krém. Lábápolásba verhetetlenek vagyunk, rettentő sokat eladunk belőle lábápoló terméket. Nagyon-nagyon szeretik a vásárlók. A másik az egy dezodoráló lábspré. A harmadik pedig egy ilyen inkább éjszakára ajánlatos, szintén levendulás, mint ez is. Ez pedig egy ilyen tápláló, bőrpuhító, éjszakai lábápoló krém. Ez van itt a Foodworks kategóriából. Akkor mit hozzak még nektek? Parfüm? Hát szerintem ezt nincs olyan, aki nem ismerné, a Faraway. 4500 volt most a 100 millis, nem az 50-es, 100-as 4500 volt. Meg hát még annyi is, ma este 9-ig él a kampány. Ma szerda van, 31-e, csak súgom, hogy ha valaki most elgondolkodik, hogy most milyen napot írunk, de én ilyet, tehát most én 31-én veszem fel ezt a videót. Lac, ez is azt hiszem 1500 forint volt, ez egy ilyen parfümpermet, Lac. Az is nagyon jó három volt. Azt hiszem, hogy ez is annyi volt, vagy 1300, vagy 1005. Ez a Summer's... Várjál, ma melyik az eleje? Így. Summer White Sunset. Ennyi napcsókolta illat. Milyen kölni van még itt nekem? Ja igen, a férfi Attraction Set van itt. Itt van ez, és hozzá a tusfürdője. A férfi Attraction Desire-t nagyon szereti a kisfiam. Rendszeresen kéri, hogy fújjon be vele, úgyhogy olyan jó illat szokott itthon lenni, mikor elmegy mellettem, azt mondom, fiam, a kutya életben. De jó illatod van, sőt a múltkor ment egy helyre, ahol tudta, hogy egy néni van, és azt mondta, hogy anya, fúj be vele, mert melyek ahhoz a szép nénihez, mondom, csuda jó pofa vagy, meg a tusfürdője. Kölni kategória. Még egy Soft Mask Delice, nem tudom. Ez a csokis kölni.
Ez egy ilyen abszolút egyszerű kis üvegben van, egy teljesen letisztult formula. Nagyon-nagyon kellemes illata van, és valóban ilyen édeskés csokis. Nézzétek! Nagyon cuki. És ilyen csokis illata van, ilyen édeskés. Ezt már mondtam, tudom. És most ehhez ajándékba volt egy körömápoló. Ez a 7 az 1-ben körömápoló volt hozzá ajándékba, így volt 2300 forint. Totál jó ajánlat ez is. Aztán mi van még itt? Jó, ez lesz majd az enyém. Ez mind megrendelés volt idáig, meg még itt van benne egy csomó minden. Körömlak, két körömlak, a barátnőm rendelte. Mindjárt meg is mutatom nektek, hogy milyen színű. Az egyik egy ilyen nagyon mély bordó. Nem adja vissza a kamera. Most lehet, hogy csúnyát mondok, alvat vérszínű. Én ezt így hívom, ezt a nagyon-nagyon-nagyon bordót. De gyönyörű egyébként a szín. Én nem is gondoltam, hogy ez ilyen szép lett. Lehet, hogy magamnak is rendelek egyet. Ez pedig, hát egyértelműen látszik szerintem, hogy fekete. Fekete színű. Úgyhogy egy tűz és egy erős fekete. Oké. Okay. Szintén sztár termék a maszkunk, ez a fekete szenes maszk, ezt nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sokat eladunk, nagyon szeretik, nagyon jó árban van, mert 800 forint talán, tehát hihetetlen, úgyhogy nagyon-nagyon szuper áron van. Szintén nagyon jó áron van, ez is most benne a katalógusban, azt hiszem, hogy hát ez is valami 900 forint, tehát most nem vagyok ezért ennyire penge fejben, hogy ennyire tudjam a dolgokat, de azt hiszem, hogy 900 forint, és önnyú termék, önnyú, egy ilyen ráncfeltöltős hatású, lehúzható maszk. Ez is sztártermék, szerintem ezt is nagyon sokan ismerik, ezt a kétfázisú haj, luxus hajápoló olajunkat, ezt kell kutymászolni. Isteni finom illata van, egy ilyen nagyon édeskés, egy ilyen keleties, és pfú, eszméletlen jó illata van. Ezzel is szokta Krisztián kérni, hogy fújjon be a haját. De hát hagy illatozzon a gyerek, meg hát hajápolója, olaj, hát mi baja lesz tőle, semmi. Van még nekem itt egy korrektorunk, ez egy lux korrektor. Ezt ha jól tudom, akkor ez nem átlátszó, úgyhogy de mindjárt megnézem nektek, hogy meg tudom-e mutatni a színét, de nem. Ilyen csodálatosan szép kivitele van a dobozának, rá van írva, hogy lux. A lux termékek azért lux, mert luxus, megfizethető áron, mert fekete, gyémántport, zafír kivonatot, orchidea kivonatot tartalmaznak a lux készítmények, úgyhogy az alapozója meg ezek, tehát nagyon jó termékek, és tényleg magas minőségű összetevőket tartalmaz. Most ez a kettő mi is? Várjatok csak. Jaj, a szemöldök! Aha, még nem találtam meg a magyar hangot, de igen, szemöldök ceruza. Igen. Ez a Vicky-é lesz, tudom most már. Kért kettőt, sötét barnát, mind a kettő, az igen, dark brown, igen. Sötét barna árnyalatban. Ezt a kitekerős true szemöldök ceruzát, ezt szereti, én is szeretem amúgy, úgyhogy még egynek lenni kéne, én magamnak is vettem. És magamnak is azt vettem. Na akkor ezt kibontom. Megmutatom nektek, hogy ez milyen színű. Aha, ez az. Gondolkodtam, hogy melyik szín az, amit rendelni szoktam. Látjátok? Gondolom, hogy látjátok. Ez a barna, és akkor látjátok, ez a kitekerős változat. Szeretem. Akkor ez az enyém, akkor ezt ide is teszem a másik mellé, hogy tudjam. Ez is
rendelés, szuper sok, vízálló szempillaspirál, 999 forint volt. Ez is über jó áron volt. Akkor a következő TrueColor, várjatok. Na ez most megint, jaj nem! Nem, három kellett Vikinek, három. Igen, azért font négy, jó. Mindegy, a papíromon úgyis megtaláltam volna, három kellett neki ebből a barna szemöldök ceruzából. Ez pedig, várjatok csak. Ez pedig a szemceruza. True Black. Ez kinek kellett? Jaj, tudom. Jó, oké. Tehát ez egy márkos, látjátok? Márk szemceruza, és fekete színű. Semmi extra nincs benne. Ez Forever Pink. Ez egy szájfény, vagy nem szájfény, hanem lipstick, tehát mi ez már? Rúzs. Fú, de kemény, nehéz szó volt. Tehát rúzs. Rózsaszín árnyalatú. Vannak még itt rúzs minták. Ezt most lehetett venni, benne voltak a katalógusban. Egyébként is lehet venni, csak most a katalógusban külön volt egy hasáb rászánva, hogy ezekből vegyetek mintát. 90 forint volt mintájának darabja. Ezeket pedig vettem a kedves fogyasztóimnak, mert mindig szoktam ajándékot adni. Ez az új Encanto termékünknek a mintája. Ez egy testápoló minta, és én ezt nagyon nagy szívvel ajánlom mindig mindenkinek, mert az Encanto családunk az nagyon isteni finom illatok. Sokan még a mai napig nem tudják egyébként, hogy van egy ilyen, hogy Encanto család katalógusban, mert mindig csak a megszokott termékeket választják, és akkor ezt így nem is tudom, nem veszik figyelembe. Az Encantóról annyit érdemes tudni, hogy Dél-Amerikából származik, az ottani Avontól hoztuk előket, kaptuk meg ezeket a termékeket, hogy mi is forgalmazhatjuk itt Magyarországon. Parfümőrök tervezték minden illatot, azt hiszem, hogy 6 féle illatban van már az Encanto, ez a legújabb, a nem fogok oda nézni, spontaneitás nevezetű illat. Tehát ezeknek a testápolóknak van kölnie is, van ilyen fürdőolaja, kézkrémje. Tehát ezeknek mind erős illatuk van, és parfümös illatuk, nagyon kellemes. Mint ahogy mondtam is, hogy parfümőrök tervezték. Tehát ezről annyit érdemes tudni erről a családról, és ezt mindig szívből ajánlom mindenkinek, mert nagyon jó minőségű termékek. És akkor hát ennyi lett volna a dobozomba, meg van benne egy csomó kuponfüzet, mert hogy jövő hónapban, azaz áprilisban kuponos hetek lesznek, ami azt jelenti, hogy itt van rajta 46 darab termék, 20-30-40-50%-os árkedvezménnyel lehet hozzájuk jutni a katalógus árból leszámítva ezeket a százalékos kedvezményeket, úgyhogy nagyon-nagyon olcsón, egy éven kétszer van ilyen kuponos hetes dolog tavasszal és ősszel. Én mindig nagyon szeretem, és nagyon jó, mert tényleg tanácsadónőként meg pláne nyilván, mert hogy tanácsadónőként meg még jobban tudunk ebből profitálni. Még több rendelést, még több kedvezményt tudunk szerezni, úgyhogy csatlakozzatok hozzám, és legyetek a csapatom tagjai. Bár már hála jó Istennek, hogyha így végére eldicsekedhetek vele, olyan jó sokan vannak már a csapatomban, úgy örülök neki, volt, aki a YouTube-on keresztül talált meg, volt, aki a Facebookon keresztül talált meg, és nem egy idegen emberhez csatlakozik, úgy mond, mert hogy azért már látott beszélni, hallott, így látja, hogy nézek ki, meg hogy szimpatikus vagyok egyáltalán neki, vagy sem, és akkor így könnyebben eldönti, hogy akkor most szeretne hozzám csatlakozni, vagy sem. Úgyhogy, ha neked is szimpatikus vagyok, és te is szeretnél óriási kedvezményekben részesülni, és kihasználni ezt sok-sok akciót, és mindig minden hónapban tájékoztatva lenni arról, hogy mire érdemes odafigyelni, akkor jelentkezz. Jelentkezz nálam, akár itt, akár a Facebookon, akár az Instán, tök mindegy, hogy valahogy jelentkezz nálam, és akkor én segítek neked, és akkor megmutatom, hogy milyen lehetőségek vannak. Oké? Na jól van. Köszönöm szépen, hogyha megnéztétek ezt a videót.
Nagyon örülök neki. Ha tetszett, kérek egy lájkot és egy iratkozást. Valamint a csengőt állítsátok be, hogy mindig kapjatok értesítést arról, hogyha új tartalom kerül fel nektek. Pusilak benneteket, legyen csodaszép hetetek, hétvégitek, ünnepetek. Sziasztok!